Köszöntöm az Egyetem TV nézőit! Nemrég a sajtó kezébe került a Shadow ügy nyomozati írata, melyből többek között az is kiderült, hogy Shadow György segített sikeres vizsgához jutni több fontos személynek is a jogi diplomájuk megszerzéséhez. Erről és a Szegedi Tudomány Egyetem érintettségéről fogunk beszélgetni Borsik Viktor joghallgatóval, a Momentum 10X alelnökével. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát én köszönöm, hogy itt lehetek. Az első kérdésem az lenne, hogy ugye 2015-ben történt egy jogszabálymódosítás, ami előírta a végrehajtói kar tagjainak, hogy jogi szakképzettséget kell szerezni őket. nyilván megugrott az igény a jogi képzettségnek a megszerzésére, és ugye felmerül az a kérdés, hogy, hogy ugye hány egyetemen történtek ilyen jogsértések, ugye, amik, amikről eddig is szó volt, illetve hogy mennyit ér így most egy jogi diploma, hiszen elvben bárki csalhatott ebben az időszakban. Nagyon beszédes már maga a kérdésfelvetés. Egy nagyon mély, morális és jogi csődöt mondott az ország, én úgy érzem. Korrupt az igazságügyi miniszter helyettes, korrupt a bírósági végrehajtói kar nagy része, és nekik egyetemi oktatók asszisztálnak. Természetes, hogy ezek után megrendül a közbizalom, az egyébként se túlzott közbizalom a jogrendszerünkben és az egyetemi rendszerünkben. Ez azok számára igazán csapás és szembeköpés, akik, mint én is joghallgatóként, vagy hallgatóként, diákként keményen dolgoznak azért, hogy egy versenyképes és elismert diplomát szerezzenek a tanulmányaik végén. És vannak egyesek, akik suranó pályán se tanulás, se semmilyen munkavégzés, erőkifejtés nélkül szereznek diplomát pénz és politikai kapcsolatok útján. Ez az ügy nem maradhat következmények nélkül, mert azok isszák meg a levét, akik egyébként tisztességgel, becsülettel dolgoznak azért, hogy egyről a kettőre jussanak az életben. Igen, ez most csak egy ügy, ami ugye a felszíne jutott. Igen, valószínűleg hogy hogy a jéghegy hát csúcsa. Igen. Egy érdekes dolog az is, hogy ugye egy végrehajtó hatósági személy, aki bírói döntés nélkül foglalhat és árverezhet. Visszamenőlegesen ezek semmisnek tekinthetőek? Illetve a jogrendbe vetett hit így mennyire állítható vissza? 2015-ben volt a Fidesznek egy olyan kezdeményezése, hogy végrehajtói tevékenységet kizárólag jogi szakképesítéssel, jogi diplomával rendelkezők végezhessenek a jövőben. 2022. december 31-ig kell a végrehajtóknak ilyen jogi képesítést szerezniük, tehát jelenleg még az ő működésüket a diploma léte vagy nem léte nem befolyásolja, azt követően viszont csak és kizárólag jogi diplomával végezhetnek ilyen tevékenységet. Valószínűleg ezért is robbanhatott ki ez a botrány, mert nem nagyon akartak tanulni, vagy nem nagyon haladtak úgy a képesítésekkel, a tanulmányukkal, hogy a határidőre ezzel végezzenek, és úgy gondolták, hogy politikai kapcsolatok meg pénz útján megszerzik ezt a diplomát sokan. Ez számomra vérlázító, elméletileg nekik a jog és az igazságosság őreinek kéne lenniük, és ezzel szemben azt látjuk, hogy a valóságban nekik mindent lehet, nekünk meg semmit, és semmiféle erkölcsi vagy jogi keretrendszer rájuk úgy gondolták, hogy nem vonatkozik. Hát most meglepő módon mégiscsak utolérte őket az igazságszolgáltatás. Én bízom benne, hogy április harmadik után meg még szorosabbra fűzik a köteléküket az igazságszolgáltatással, hiszen mi egy korrupció ellenes ügyészséget is fel akarunk állítani, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez most már következmények nélkül nem marad, és fel lesz tárva teljes egészében az egész ügy. És mondjuk azok, akik ugye negatívan érintettek ebben az ügyben, tehát hogy akik ellen mondjuk tettek valamit azok a személyek, akik így szereztek diplomát, azok tehetnek most valamit? Jelenleg még nem. Egyrésztről nagyon fontos lenne, hogy majd jogerős bírói döntés is kimondja az ő bűnösségüket. Az egyik legfőbb jogkövetkezménye például az, hogyha valaki így módon bűncselekménnyel, befolyásolással szerzett diplomát, akkor az ő diplomáját vissza kell vonni, és meg kell azt semmisíteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy sokak esetében ez be fog következni. Ugye érintettem például Rogán Antalnak a kabinett Szerinted mi lesz például az ő dip diplomájával? Hát igen, mint ahogy említettem, egy 2011. évben keletkezett jogszabály, a Nemzeti Felső szóló törvényünk ezt pontosan kimondja, hogy ha bűncselekmény kötődik a diploma megszerzéséhez, akkor azt kötelező visszavonni és megsemmisíteni. Nincs mérlegelési. Jogkör ilyenkor. És ez nincs, semmi kiskapó. nincs semmi kiskapú. Nincs semmi kiskapú, hogyha jogerős bírói döntés van, vagy ügyészségi döntés a bűnösségükről, akkor azt a diplomát meg kell semmisíteni. És egy gyors törvénymódosítás sem lehet. Hát most, mo most már ilyen, ilyen azért szerintem nem lesz. Ugye az SZTE is érintett ebben az ügyben, viszont ők rövidre zárták ezt az egészet, egy nap alatt lezavarták, hogy nekik elméletben nincs érintettségük és nem történt jogsértés. Mi a véleményed erről? Szerinted megfelelően gyárt el a Szegedi Egyetem? Engedd meg, hogy kicsit részletesebb legyek, hiszen személyes kapcsolatom is van az ügyhöz. Amikor pontosan aznap, amikor kirobbant ez az ügy, ez az egyetemi Fideses vizsgabotrány, akkor is épp egy vizsgámra vártam, és izgatottan tördeltem az ujjaimat a jogi Karbocskai épületében a folyosón. És a Szegedi Szál szabó Imre, lett volna a professzor úr érintettségét vetette föl, a 444 majd át is vette ezt több ellenzéki és egyéb sajtóorgánum. Már aznap én nála vizsgáztam volna, és hát azért érthető módon feldúltan érkezett meg professzor úr, és már akkor elmondta, hogy ő helyreigazítást fog kérni, hiszen őnek is semmilyen érintettsége nincs az ügyben, abszolút kizárt, hogy ő bármilyen módon kötődjön ehhez a botrányhoz és később is bizonyosodott, hogy a nyomozati iratokban több Szabó Imre nevezetű név is szerepel, és összekeverték egész egyszerűen az ő nevét egy másik személlyel. Azóta a 444 elnézést is kért tőle, és helyreigazítást is közzétettek, úgyhogy a szegedi szának minden bizonyal kijelenthetjük, hogy nincsen alapja, és én maximálisan bízom is a professzor úrban, hogy egy nagyon korrekt oktatója itt a Szegedi Jogi Egyetemnek, és nagyon is emeli az oktatás színvonalát. Akkor te nem is tapasztaltál semmit a tanulmányait során, ami esetleg gyanús lehet? Abszolút nem, abszolút nem, és bízom benne, hogy nem is fog kiderülni Szeged kapcsán semmi hasonló botrány vagy probléma. Én a szegedi jogi kart maximálisan úgy érzem, hogy tiszteletben tarthatjuk, és itt becsületes, kemény követelményrendszer van, és kemény oktatói munka. És a jövőben ti hogyan tennétek az ellen, hogy ezek, ezeket elkerüljék? Mert nyilván azért mindig voltak, és valószínűleg lesznek is ilyen, ilyen ügyek, politikától függetlenül is. Hát ezt láthatjuk például, hogy a Pécsi Tudományi Egyetemen eléggé rövidre zárták ezt az ügyet, annak ellenére, hogy ott be is bizonyosodott, hogy, hogy csaltak, ott egy tanársegédet Rúgtak ki, hogyha nem tévedek, és pár nap alatt le is zárult már azt hiszem a vizsgálat. Hát így, így módon ezt nem lehet lezárni. Tehát mindenkit meg kell hallgatni, ki kell hallgatni, és széles körülön fel kell tárni az ügyet. Nem lehet engedni, hogy az egyetem belső vizsgálatok során ilyen hamar ezt rövidre zárja. Tehát sokkal koncentráltabb, hatékonyabb nyomozás és ügyészségi munka szükséges, meg hát politikai akarat mert most úgy néz ki, hogy, hogy próbálják minél szűkebb körbe tartani ezt az ügyet, és minél inkább a szőnyeg alá seperni, holott az lenne a feladata az igazságszolgáltatásnak, hogy most, hogy a jéghegy csúcsa kibukkant, föltárják a teljes ügyet, és ha a rendszer szintű probléma van, már pedig úgy tűnik, hogy rendszer szintű probléma van, akkor az egészet föl kell göngyölíteni, és rendet kell tenni ebben az országban. Igen, mondjuk szerencsére ezt az ügyet már nem lehet a színyeg alá is próbálkoznak. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad. Én köszönöm. És köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk a következő epizódban is. Sziasztok!